Üdvözöljük Tamásiban, a közel 10.000 fős kisvárosban, amely Szent Tamásról kapta a nevét. Tamási Tolna megye északnyugati részén a Koppány folyó menti dombvidéken fekszik. Kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően könnyen megközelíthető a térségen átvezető 61-es és 65-ös főútvonalakon. Az 1973-ban megnyitott termálfürdő a környék idegenforgalmi központjává tette a várost. Szent István uralkodásának második felében került sor a templom építésének megkezdésére. Védőszentül Szent Tamás apostolt kapta. Kétszeri átépítésen ment keresztül, mely alkalmával megváltozott a védőszentje és Szent István képe került a főoltárra. Tamási története a régió legismertebb természetvédelmi értéke a gyulai erdő. A gyulai rezervátum 7800 hektáros cser, tölgy és gyertyány erdeiben él a világ legnagyobb dán populációja. Fakitermelés és erdőtelepítés mellett magas színvonalú vadászgazdálkodás folytat. Minden évben számos értékes trófeájú vad kerül puska végre, de a vaddisznóhajtásokon is gazdag a zsákmány. Hektáros zöld területen, szép környezetben, 7 különböző méretű és hőmérsékletű medencével, valamint számos szolgáltatással biztosít kellemes kikapcsolódást egész évben. Az 52 Celsius fokos alkálikloridos hidrogénkarbonátos gyógyvíz mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok enyhítésére ajánlott. Látogasson el termálfürdőnkbe is, ahol együtt kapcsolódhat ki szeretteivel egész évben. Szeretettel várjuk városunkba!